Hideg szélben és földhalmok között rakták le a két új üzem alapkövét péntek délelőtt. Ezen a most még önkormányzati területen épülnek majd fel a gyárak. Az egyikben gyümölcs és zöldséglevet, a másikban zöldség, gyümölcs és gomba chipset fognak gyártani. Szuhoszki Gábor projektmenedzser azt mondta, hosszú távú szerződéseket szeretnének kötni a környékbeli termelőkkel. Olyan szerződést szeretnénk a következő évben felajánlani a szabolcsi gazdálkodóknak, amely minimum 5 évre szól, és egy kiegyensúlyozott átvételi árat tartalmaz, mind a gyümölcsök, mind a zöldségek, és mind a gomba készítmények témájában. Tehát kiegyensúlyozott ár. Ez ma nagyon fontos, hiszen láttuk, hogy az idei idényben is mennyi volt mind az ipari almának, mind pedig az étkezési almának az átvételi ára. Ha csak azt a szót mondom, hogy hektikus, akkor elmondtam mindent, kiszámíthatatlan. Hosszú József, Újfehértó polgármestere azt mondta, bízik abban, hogy helyben tartja majd a munkaerőt a létesítendő gyár. Közel 40 ember dolgozhat majd ebben a két üzemben, ami nagyon fontos a térségben, a városnak, hisz Újfehértón dolgos emberek élnek, nincsenek munkanélküliségi gondjaink, viszont az emberekkel beszélgetve nagyon sok helyről azt hallom, hogy szeretnének helyben dolgozni, hisz így most jelenleg arra kényszerülnek, hogy a környékbeli városokban vagy településeken keressék meg a mindennapi betevőjükre valót, de az óriási fejlődés, hogyha itt helyben tudnak dolgozni, és ezért is nagyon várjuk már azt, hogy az üzem beinduljon. Gazdákkal is beszélgettem az elmúlt időszakban, mióta már úgy körvonalazódott ez a beruházás, és ők is elmondták, hogy ebben a jelenlegi bizonytalan helyzetben nagyon fontos lehet az, hogy egy biztos felvevő piaca lehet az általuk megtermelt zöldségeknek, gyümölcsöknek. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az épülő szabolcsi almacentrummal együtt csak nem 4 milliárd forint élelmiszeripari fejlesztés érkezett Újfehértóra. Ez a két cég úgy kell ide Újfehértóra, mint egy falat kenyér. Ez a véleményem. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, régi vágya a helyben élőknek, hogy ne alapanyagként, hanem feldolgozva tudják értékesíteni a megtermelt gyümölcsöket és zöldségeket. A rendszerváltás nagyon megsínlette ezt az ágazatot. Olyan nagymúlt üzemek tűntek el a megyéből, amelyek korábban a feldolgozóipart jelentették, és hát van ebben a szegmensben ledolgozni valónk, úgyhogy minden olyan beruházás, amely ehhez hozzájárul, hogy azok a termékek, azok a jó minőségű élelmiszeripari alapanyagok, gyümölcsök, zöldségek, amelyek a megyében nagy gonddal termelnek, azok itt feldolgozásra is kerüljenek, és így hozzáadott értékben sokkal jobb áron lehessen eladni ezeket a termékeket, illetve a termelők ne legyenek kiszolgáltatva bizonyos nagy külföldi multitulajdonosoknak. Pap Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a most induló uniós költségvetési ciklusban 750 milliárd forint áll rendelkezésre az élelmiszeripari feldolgozó ágazat támogatására. A mezőgazdasági termékek feldolgozása, az élelmiszeripar, már a büszkén kijelenthetjük, hogy az agrártámogatások között zászlóshajóként jelenik meg. A vidékfejlesztési programban talán a legmarkánsabb támogatási összeg áll rendelkezésre az élelmiszeriparnak a fejlesztésére, a fejlődésnek, az üzemeknek a versenyképességének megőrzésére és annak javítására, a hatékony erőforrás gazdálkodásra és egy fenntartható, környezettudatos élelmiszerfeldolgozó üzemeknek a létesítésére. Mintegy 750 milliárd forint az a keretösszeg, mely az előttünk álló időszakban egészen 27-ig rendelkezésre áll az élelmiszeripar számára. Ennek az első látható jelei a most átmeneti időszakban kerültek meghirdetésre. Ez a projekt is az élelmiszeripari pályázatok között került támogatásra, és egy 50%-os támogatással járul hozzá Magyarország kormánya ezen üzemnek a létesítéséhez. A két beruházás összesen csak nem 1,8 milliárd forintba kerül, amelynek felét uniós és kormányzati támogatásból finanszírozzák. A tervek szerint jövő nyárra készülnek el az üzemek, amelyekben akár 3000 tonna gyümölcsöt és zöldséget tudnak feldolgozni évente.